Tisztelt konferencia, amint az ugye ebben a körben köztudomású, ugye a 18. századi jezsuita történetírás kezdetei a 16. század fordulójára nyúlnak vissza, és a török visszafoglaló háborúkkal párhuzamosan jelentkezik ugye az újjáépítéssel, az állami és az egyház intézményrendszer megszervezésével, kiépítésével, a rekatolizáció és a katolikus restauráció folyamatai közé illeszkedve. Én magam ezt a századfordulót, a közvetlenül megelőző időszak, az 1650-es, 1660-as évek erdélyi eseményeivel foglalkozom, és ehhez a kutatási témához nem a jezsuita történetíráson keresztül jutottam, hanem éppen fordítva, a II. Rákóczi György és első Apafi Mihály uralkodása közé eső zavaros éveket, ennek a historiográfiáját vizsgálva szeretnék erről a néhány évről beszélni. Előadásom így ugye nem lesz olyan széles körű, mint mondjuk Szabados György, vagy Tóth Gergely, vagy Borján Elrédnek a monográfia terjedelmű előadása. Tulajdonképpen náluknál ugye egy kisebb témát, néhány esztendőt vizsgálok csak, és igazából egy nem túl hosszú időszaknak egy valójában kisebb problémáját szeretném bemutatni. Igazából ugye ez a korszak, ez a néhány esztendő a mai közbeszédből vagy közgondolkodásból szinte kiesett, talán még a történettudomány is most kezdi csak felfedezni, de az biztos, hogy a Báthoriak, a Bethlen Gábor vagy két Rákóczi György fejedelem korszakához képest ugye ez a válságos néhány esztendő kevéssé foglalkoztatta eddig a történészeket, ugye itt az apafi korszak iránt talán most élénkül meg a figyelem. Pár dologban hadd ugye vázoljam az eseményeket, ugye II. Rákóczi György bal sikerül lengyelországi hadjáratát követő időszakról van szó, fejedelmek rivalizáltak egymással, külső támogatás, török beavatkozás, Habsburg orientáció váltotta egymást, és hát ezek a fejedelmek roppant rövid ideig uralkodtak, és hát végül is a küzdelemből Apafi Mihály került ki győztesen. Ugye ez a néhány esztendő, ez viszonylag röviden jelenik meg a történetírásban, bár igen sokan foglalkoznak vele. Ugye ahogyan azt már Hóman Bálint is bemutatta, ugye itt a kutatás különböző fázisait, illetve hát ennek a történeti iskolának a különböző kutatási fázisait lehet megkülönböztetni. Mindenképpen Hevenesi kezdeményezte a munkának a kezdését, aztán ugye megkezdődött a forrásanyagnak a összegyűjtése, ezzel párhuzamosan az anyagnak a rendezése, különböző szintézisek és összefoglalások írása, és tulajdonképpen Katona Istvánnak a 42 kötetes kiadványát lehet ugye a munka csúcspontjának tekinteni, ami ötvözte a forráskiadást a földolgozásokkal. Áttekintésemben a tárgyalt történetírókat ugye többé-kevésbé időrendben tárgyalom, szót ejtek a munkáik műfajáról, a beosztásáról, a tárgyalás módjáról, ugye esetenként a nyelvéről. Itt Spangár András kiadványa ugye az az egyedüli kivétel, ugye, aki magyar nyelven adja közzé a történetírását, és a többiek ugye latin szöveget adnak, és hát ugye Katona Istvánnál pedig azt lehet megfigyelni, hogy a anyanyelvű szövegeket szintén hosszú terjedelemben magyarul idézi, illetve magyarul ékeli a latin nyelvű szövegben. Végeredményben ugye én is valami olyasmit szeretnék csinálni, amit, vagy ahogyan ugye Tóth Gergely annak idején kijelölte a Szent István könyvében a maga célkitűzését, tehát megvizsgálni azt, hogy hogyan építkeztek egymásra, miként alakultak, keveredtek, módosultak vagy fejlődtek a vizsgált történetíróknak az állásfoglalásai, illetve vizsgálható az, hogy milyen forrásismeret, milyen forráskritikai módszerek álltak
a múlt értelmezések mögött, és milyen minták, normák, elfogultságok határozták meg az értelmezésnek a lehetőségét. Áttekintésemben az első, ugye Brzezinski Rudolf, a cseh származású jezsuita, aki a török elleni balkáni hadjáratból visszatérve maradt Erdélyben, és 1694-1701 között Brassóban él, és hevenesi közvetlen segítőjeként anyaggyűjtéssel foglalkozik. Nagyszámú kézirata több könyvtárban szétszoródva maradt fenn. Én most csak arról a néhány levélről szólok, amik a hevenesi kaprinai gyűjteményben itt az egyetemi könyvtárban találhatók. Ezek egyikében Rákóczi Lengyelországból való visszatérésétől indítva részletesen meséli el az eseményeket, kiemelve a fejedelmek egymás elleni vetélkedését, ugye Rákóczi Barcsai, a Barcsai kemény, a kemény apafi ellentétet. Tulajdonképpen ezek közé a vetélkedő fejedelmek köré szervezi a elbeszélést, majd, mint egy köztörténeti részek után, ennél nagyobb terjedelemben az egyházi viszonyokkal foglalkozik, és hát ugye minden felekezetet a protestánsokat is érint, de különösen a katolikusok helyzetét írja le. Ugye azt lehet látni, hogy itt néhány részt kivetítettem, hogy a katonai és a politikai események leírásában a többiekével nem egybevethető, vagy azokra nem hasonlító a stílusa, a későbbi rendtársak Brzezinskinek az előadását nem követték. A következő vizsgált szerző Timón Sámuel, Timónról azt szokták kiemelni, hogy a hevenesi program folytatói közül ő az, aki a kritikai források kritikai vizsgálatával képes volt egy új nemzeti történelmet teremteni, tehát a egyik első jelentős történetíróként tiszteli Timón Sámuelt, mert ugye az elbeszélése fölválthatja a középkori elbeszélő hagyományra, ugye a Turóczi Bonfini hagyományra építkező szemléletet. Érdekes azonban, hogy a vizsgált témában ezek a szempontok alig jelennek meg, tehát egyáltalán nem látványos az, hogy Timón valamiféle kimagaslót alkotna ennek a néhány esztendőnek a bemutatásában. Ugye Timón is az annalisztikus hagyományt követi, Imago Novae Hungariae című művében földrajzi egységek szerint mutatja be az országot, benne Erdélyt, majd az erdélyi fejedelmek felsorolásszerű rövid bemutatása következik. Tehát annalisztikus hagyományt követ, ugye a Margó jelölt 1657-es esztendőnél annyit jegyez meg, hogy Rédei Ferencet az elűzött második György helyére választották török nyomásra. Tisztségét december 29-én tette le, és Magyarországra távozott. 1658-ról annyit ír, hogy Barcsai Ákos a nagy vezírtől nyerte el a fejedelemséget, az erdélyiek Segesváron azzal a feltétellel fogadták el, hogy második Györgyöt régi méltóságában nem helyezik vissza. 1661 májusában vagy júniusában alaptalanul vágták le zsarnokság miatt. Kemény Jánost 1661. január 1-én választották az erdélyiek, és 1662-ben Nagyszőlősnél, amikor a törökök benyomultak, a lovak patáit taposták halára. Másik művében, a Epitome Chronologica című művében, amit ugyan nem ő fejezett be, nem Timón fejezett be, hanem rendtársa Rozs Tamás, ugyanis ugye Timón csak 1526-ig jutott az elbeszélésben, az előbbinél kissé bővebben, de ugyancsak évkönyvszerűen olvashatunk erről a küzdelemről. Néhány mozzanatot hadd emeljek ki belőle. Második Rákóczi György 4 sebet kapott, ugye, ami aztán később a halálához vezetett a gyalú és a fenes közötti ütközetben. A fejedelem halála után özvegye Báthori Zsófia fiával együtt csatlakozott a katolikus táborhoz, vagy Kemény János, ugye akár valamiféle árulás, akár csak a szerencsétlenségből kifolyólag, ugye a számára végzetes ütközetben a lováról a földre esett, és küzdelemben nyomorultan elpusztult. Ugye azért emeltem ki ezt a néhány mozzanatot, mert szinte ugyanilyen megfogalmazásról van, szinte szóról szóra
többi más történetírónál is ugyanígy jelentkezik. A következő vizsgált szerző, Spangár András, aki magyar nyelven Pető Gergely krónikáját folytatta, vagy talán szabadon fordította, átdolgozta, és ő is ugyanezekről a mozanatokról emlékezik meg, Rákóczi négy sebéről, Báthori Zsófia felekezetváltásáról, vagy leírja, hogy a ló ugye Kemény János alatt telesvén, avagy árulásból elhagyattatván szolgabitézitől elvész. Ugye tehát itt nagymértékű szöveg egybeesésről is beszélhetünk. Fölvetődött a legújabb szakirodalomban, ugye itt Szabados György és Sós István vitájára lehetne gondolni, hogy mennyire korszerű ez a jezsuita történetírás. Ugye Szabados amellett érvelt, hogy ezt a középkori műfajt a reformáció és az ellenreformáció kora megújította. Ugye a hazai jezsuiták célküldése az volt, hogy Einhoffer Mennyhért munkáját folytatták, sőt Baronius művének még a 19. században is akadt folytatója. Tehát nem is a műfajjal van tehát itt a probléma, hanem inkább ezeknek a korai szerzőknek az előadás módjával. Ugye Timón Rost vagy Spangár tömör és vázlatos stílusa alig ha alkalmas arra, hogy a történelem menetét feltárva és magyarázva, a mai tudományos szempontok igényeit is kielégítve korszerűnek fogadhassuk el ugye ezt a fajta bemutatást, különösen akkor, hogyha például a göttingeni tudós, ugye a jóval későbbi Schlözer elvárásaival szembesítjük, aki ugye azt írja, hogy a történelem már nem pusztán a királyok élete, a trónváltozások, a háborúk, a csaták kronológikus pontos közlése, tehát ennél többet vár ugye a felvilágosodás utáni történetírás. Természetesen ugye itt a nézőpont megválasztása lehet a kulcs. Megítélhetjük-e, ugye ez a kérdés, hogy mi megítélhetjük egy jóval későbbi szempont alapján ugye ezeket a 18. századi történetírást. Nyilván ilyen mélyebb elemzés nem lehetséges akkor, amikor csak egymás mellé helyezik az eseményeket. Ugye egy másik példát hadd idézzek, most ezt ugye a magyar szövegből, de az elődeinél latinul ugyanúgy megvan. Az erdélyi események után ugyanabban a sorban közli például azt, hogy első Lipót, a római császár, ugye kisasszony havának 7. napján adatott levelével, amit ugye Aurea Bullának, Aranybullának neveznek, ugye megerősíti a kassai páterek akadémiáját, tehát ugye látszólag össze nem tartozó események kerülnek pusztán a kronológiai rend alapján egymás mellé. Tehát ezért gondolhatjuk azt, hogy a tudományos történetírás megjelenése inkább a következő nemzedékhez köthető. Tehát például Kazi Ferenc, vagy Pálma Károly, vagy Praj György már sokkal jobban érdemes lehet arra, hogy valóban bennünk tisztelhessük a tudományos történetírásnak a megalapítását. Például Kazi ugye az előzőknél jóval nagyobb terjedelemben, tehát 50 oldalt is meghaladóan tárgyalja ezt a néhány esztendőt, ugye ez sokszoros terjedelem az előzőekhez képest. Az anyagot margó jegyzetekkel tagolja, a had és politika történet mellett elsősorban a katolikus egyház történetet is érintő kérdéseket is tárgyalja, például az 1660-as esztendőnél a katolikus csíkiak mozgalmát, akik Rákóczit, majd később Kemény János támogatták, illetve szembefordultak a török orientációval, és ugye érdekesség, hogy Kazi a fejezetek végén teljes terjedelemben különböző diplomáciai forrásokat, leveleket, kiáltványokat, jelentéseket is mellékel. Ugye sajnos még nem tudtam azonosítani, hogy például ezeket az erdélyi, a székelyföldi eseményeket milyen forrás alapján tárgyalja. A következő szerzőnk Pálma Károly, akinek a Notitia Rerum Hungaricarum című munkáját három különböző kiadásban is kiadták. Én ugye a középső, az 1775. évi második kiadást használtam. Szörényi László jelezte, hogy a harmadik kiadás ennek a jelentékeny módon átdolgozott változata, ugyanis az anyag bővült és részben átrendeződött, Pálma a tárgyalásmódot simábbá tette helyenként, eltűntek a polemizáló lábjegyzetek,
és elhagyta a kérdésekre épülő fejezet beosztást is, és végig leíró közlő stílust választott. Ugye, tehát ilyen megmarad itt is az analisztikus hagyomány, ugye hozza az évszámot, viszont szinte fejezet címként lehet tekinteni az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket, hogy például milyen oka volt Lipótnak Erdélye foglalkozni, miből nőtt ki az első török háború, milyen szándék vezette a törököket erre a háborúra, és ezekre a kérdésekre keresi a választ a kifejtés során. Ugye ezek a munkák, tankönyvek is voltak a jezsuita iskoláztatásban, tehát nyilvánvalóan ezek a kérdések nem csak a tanulók érdeklődését kelthették fel, de az események elbeszélése mellett ezek okaira is rávilágíthattak, és így megfelelhettek az újabb, modernebb, tudományosabb elvárásoknak. Ugye, ahogyan Borián Elréd megállapította, Pálma számára ez volt az egyik legfontosabb téma, mármint, hogy Erdély volt ezt a századfordulót, az 1600, illetve a század közepét, az 1650-es éveket vizsgálva Erdély tekintett az egyik legfontosabb témának, és ugye azt is megállapította, hogy ugye Pálma már használta Bethlen János latin nyelvű történeti műveit, és hát ennek a szemléletét átvette, és ezért lett megértőbb apafi iránt és tartózkodóbb Kemény Jánossal szemben. Lassan ugye a felsorolás végére élve, ugye konferenciának, a névadójának ugye a monumentális a tervezett Annális Régum Hungariae című sorozatnak a kötetei nem érik el ezt a korszakot. Ugye itt 1564-nél megszakad az ötödik kötet. Praj ugye három kötetben foglalta össze végül is élete végén a magyar történelmet, ugye Historia Regum Hungariae címmel, azaz a magyar királyok rendjében beszéli a történelmet, és ahogyan ugye a cím is jelzi, az időrenddel, a kronológikus előrehaladással, az analisztikus hagyománnyal nem szakít, viszont az első Lipót fejezetét alfejezetekre osztja, és a fejezetek végén pedig jegyzeteket helyez el. Itt az egyik oldalt másoltam ki, külföldi jegyzeteket, külföldi szakmunkát is használ, ugye ezekre utal a jegyzetekben, diplomáciai iratokat közöl, ugye Reininger a végén, ugye mint portai ügyvivő volt, és a legkülönbözőbb szerzőket idézi. Alapvető forrás azonban első Lipót uralkodásához ugye a Priorátónak és a Wagnernek a életrajza Lipótról, de ezek mellett sokféle és változatos forrásokat is felhasznál. De az, hogy mennyire kötődik az elődeihez, ugye az is jelzi, hogy jóval nagyobb terjedelemben, tehát kibővítve közdi az anyagot, de ami az elődeinél megvan, az Prajnál is megvan, tehát például ugye szinte ugyanazokkal a szavakkal írja le Rákóczi fejedelem sebesülését, vagy Báthori Zsófia katolizálását, mint az elődei. Ugye Katona Istvánról engedtessék meg, hogy ne szóljak hosszan, ugye, hiszen ez egy óriási munka, csak arra hadd utaljak, hogy teljes terjedelemben idézi a fontos forrásait. Tulajdonképpen az utóéletéről szeretnék egy mozanatot felvillantani, hogy nekem szinte Szilágyi Sándoréval, ugye a dualizmus korának a vezető történészével vethető össze, akinek az erdélyi országgyűlési emlékek sorozata tartalmaz ennyire és ennyire különböző forrást. Prai és Katona olyannyira meghatározta a 19. századnak a történetszemléletét, hogy Szalai László és Horváth Mihály, akik a neoabszolutizmus korában külföldön kezdtek bele a magyar történeti összefoglalójukba, rendszeresen hivatkoznak mind a kettejüknek a kiadványaira forrásként, és hát így természetesen a fejedelemség válságának a tárgyalásakor is. Még egy utolsó szerző van, akiről mindenképpen szeretnék szólni, ugye ez a Propugnaculum Rei Publicae Christiani szerzője. Ugye itt látjuk, hogy a Promotor neve alatt jelent meg ez a kiadvány, de van olyan kiadása is, ami feltünteti Mindszenty Antalt, mint
szerzőt, a Nagyszombati Egyetem professzorát, aki szakított a kronológikus elrendezéssel, és azt a rendezőelvet választotta, hogy az ősi toposz szerint Magyarországot, mint a kereszténység védőbástyáját mutassa be. Ugye a magyarság Isten választott nemzete, és a mohácsi vész után is újjáépül a pusztulásból az ország lakóinak hősiessége és áldozatai által. Nagyon érdekesek a fejezet címei Mindszentinek, tehát például a katolikus egyház papjai nem tűrték el a pusztulást a háborúskodások során, vagy a utolsó ugye idézett fejezetcím, kiváló férfiak szerencsétlen esetei Magyarországon. Ebben az utóbbi fejezetben szerepel például II. Rákóczi György halála, a török ellenes küzdelmek meg annyi hősével, tehát a várháborúk hőseivel szemben, ugye azt írja Rákócziről, hogy ugye saját kezével sokakat levágott, végül 4 sebtől esett el, és ugye, mint egy ennek a fejezetnek a zárásaként, ugye felsorolja a Batthyányi, Apostrosics, Keglevics, Zrínyi, Eszterházi, Páfi, Kohári, Kornis, Haller, Károlyi, Barkóczi, Sennyei, Zicsi, Csáki, Berényi család hőseinek a nevét a vitézségük hőztetteik színhelyével együtt. Tehát összegzésül ugye annyit mondjak, hogy ugye a vizsgált szerzők történetírói teljesítménye nem egyenletes, mindenképpen egyfajta fejlődés lehet észrevenni. Ugye a kezdeti, kevésbé alapos előadás a 18. század végére egyre bővebbé és alaposabbá válik. Ugyanígy a műfajok is változatosak. Ugye uralkodó az analisztikus hagyomány, ugye itt láttuk Mindszenti a kivétel, de Kazi, Pálmak, Prai meg képesek arra, hogy megújítsák ezt az analisztikus hagyományt is, és tulajdonképpen föllazul az időbeliség, ami talán a nagyobb terjedelemnek is köszönhető, és ugye a Margón jelölt vagy más módon jelölt témák jelzik azt, hogy nagyon változatos anyagról, ugye már valóban nem csak a uralkodók életéről, csatákról, főurakhoz köthető eseményekről esik szó, hanem ennél szélesebb perspektívában vázolja az ország történetét, és hát ugye ennek a latin nyelvű anyagnak kialakult, ugye Spangár András munkája révén a anyanyelvű változata is, ami nagy részt ugyanazt hozza, mint a latin szöveg. Köszönöm a figyelmet!